Nak LMP. Siptek András, képviselő úrnak, LMP. Nem? Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem a képviselőtársamat, kíván-e még valaki hozzászólni. Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Balsai István, bizottsági elnök urat, kíván-e válaszolni. Vitában elhangzottakra figyeljünk a bizottsági elnök úrra, kérem. Igen, tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. A Szocialista Párt többször hangoztatott ellenvetésével kapcsolatban azt szeretném, két dolgot szeretnék mondani, nagyon röviden. Az egyik, örültünk volna, hogyha az alaptörvény vitájában részt vettek volna, és ott fejtették volna ki azokat az ellenérveiket, amelyeket most sem hallottunk érdemben, csak a kifogást. Másrészt pedig azt szeretném elmondani, hogy Magyarországon az országgyűlés választja a miniszterelnököt, a köztársaság elnököt, a legfelsőbb bíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, természetesen az ombudsmanokat, a médiahatóság vezetőjét. Ez eddig egyetlen kivétel az alkotmánybíróság elnöke volt. Európában hol így, hol úgy fogják ezt föl. Természetesen ezentúl az alaptörvénynek megfelelően az országgyűlés fogja ezt a funkciót ellátni. Nehéz tehet pedig az alkotmánybíróság tagjairól levenni, aminek az is a következménye lehet, hogy nem tömbösödnek három évente az alkotmánybíróság tagjai, és nem azzal kell foglalkozni, hogy ki lesz vajon legközelebb az elnök. Köszönöm. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. Az általános vitát lezárom. Tisztelt Országgyűlés, mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor. Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a HPR 3420. sorszámú határozati javaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés 252 igen szavazattal, 62 ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, munkánk folytatás előtt 2 perc technikai szünetet rendelek el.
Tisztelettel kérem a plenáris ülésen résztvevő képviselőtársaimat, hogy foglaljanak helyet. Soron következik a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi 115. törvény, valamint a társasházokról szóló 2003. évi 133. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés Téper Hágmezek 5. sorszámon, az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság ajánlását pedig Téper Hágmezek 5/32. Sorszámon kapták készhez. Felhívom figyelmüket, hogy az ajánlás 29., 30. és 31. pontjai nem felelnek meg a házszabály rendelkezéseinek, így ezekre nem nyílik meg a vita. Indítványozom, hogy a házszabályszerű módosító javaslatokat a törvényjavaslat által érintett törvényekre figyelemmel két szakaszban vitassa meg az országgyűlés. Felkérem Lenhárt Balázs jegyzőurat, ismertesse a javasolt vitaszerkezetet. Jegyző úr. Tisztelt országgyűlés! Az első vitaszakaszban az ajánlás 1-től 18-ig terjedő pontjai szerepelnek, amelyek a lakásszövetkezeti törvény módosítását kezdeményezik. Az összefüggésekre figyelemmel ebben a vitaszakaszban tárgyalja meg az országgyűlés a 28. pontot is, valamint a 34. pontot, amely a nem dohányzók védelméről szóló törvényt módosítja a lakásszövetkezeti törvénnyel összefüggésben. A második vitaszakaszban pedig a 19-től 33-ig terjedő pontok szerepelnek. Ezek a társasházi törvény módosítását kezdeményezik. Köszönöm szépen, jegyző úr, tisztelt országgyűlés. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, egyetért a javasolt vitaszerkezettel kérem, készfelemléssel szavazzanak. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége az indítványomat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalásuk kezdetén jelezzék, hogy a bizottsági ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni. Megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás 1-től 18-ig terjedő pontokra, a 28., valamint a 34. pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben, de nem is kérdezem, mert látom, megadom a szót Pál Tibor képviselő úrnak, MSZP. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Itt a vita első részében az 1-es és a 4-es számú módosító javaslat mellett szeretnék szólni. Képviselőtársaimmal adtuk be ezt a két módosító javaslatot. Az első az a lakásszövetkezeti törvénnyel kapcsolatos. Már amikor a törvény általános vitája volt, akkor elmondtuk, vagy magam is elmondtam, hogy az, hogy a lakásszövetkezeti törvény közül és az alapszabályt a jelenlévők kétharmadával lehet módosítani. Ez nem egy helyes eljárás, egyáltalán nem helyes, hogy az alapszabály módosítását azt úgy meg lehet tenni, hogy nincs benne a napirendben, de ha már van, akkor érdemes volna ezt egy szigorúbb feltételhez kötni. Erről szól az egyes számú módosító javaslat, hogy ne lehessen bármikor, ha mégis, akkor pedig legalább 4/5-ös szavazati arányjal lehessen módosítani az alapszabályt, hiszen a későbbiekben ez már a működése mindig kihatással van. Tehát ez egy szigorító módosító javaslat, amit itt képviselőtársaimmal tettünk. A másik módosító javaslat a 4-es számú itt a vita első szakaszában, ez pedig a társasházakat a lakásszövetkezeti törvényben a lakásszövetkezeteket érinti azért, mert hogy ha ők pályázni szeretnének, vagy felújítási pénzhez szeretnének hozzájutni, vagy szükségük lenne arra, hogy banktól hitelt vegyenek fel a felújításra, akkor a lakásszövetkezetek esetében a fűtési rendszer, a különböző nyílászárok, az ajtók és az ablakok, azok nem képezik a lakásszövetkezet tulajdonát, márpedig az elmúlt években a legtöbb felújítás, a legtöbb hitel, a legtöbb munka ezeken a területeken folyt, mondjuk az egész fűtési rendszert újították fel. Ha ez nem kerül be a lakásszövetkezetek tulajdoni körébe, akkor ezt nem számíthatják be, és erre nem vehetnek fel
plusz hitelt, nem lehet pályázatot benyújtani, kimaradnak ebből a pályázati lehetőségből. Ezért javasoljuk itt képviselőtársaimmal a módosításként, hogy a fűtési rendszer elemei, ezek a különböző csapok, csövek, fűtőtestek, és a nyílászárók, az ajtók és az ablakok, azok kerüljenek be a lakásszövetkezet tulajdonába. Ezzel a módosítással lehetőség nyílik arra, hogy a pályázatokon részt vegyenek, és olyan forrásokhoz jussanak hozzá, ami ma csak a társasházak számára adott. Ez a két elem kimaradt a lakásszövetkezeteknél. Én azt kérem, hogy a minisztérium részéről gondolják végig ezt a módosító javaslatot, hiszen azt lehet mondani, hogy a lakásszövetkezetekben lakó több százezer ember számára ez egy lehetőség arra, hogy plusz forráshoz jussanak és felújítsák ezeket a ház elemeket, a fűtési rendszert és a nyílászárókat. Ez mindenképp egy olyan rész, amit már régóta egyébként a lakásszövetkezetek képviselői kértek a törvényalkotóktól, hogy ezt a két elemet vegyék bele a lakásszövetkezeti tulajdonba. Itt most lehetőség nyílik akkor erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Németh Zsolt, jobbikos képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Én a 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 8-as, 10-es, 13-as, 15-ös, 16-os, 17-es és 28-as ajánlási pontokat szeretnék hozzászólni, illetve pár szóban ismertetni ezeket. A 2-es napi, 2-es ajánlási pont, ez a egyik én módosítom, ez már az általános vitában elmondottakat próbálnám módosítani, mégpedig azt a kis fennálló hibát, vagy törvényi lyukat, amely megengedi azt, hogy az akadályoztatott igazgató vagy elnök mellett egy ügyvezető igazgatót is válasszon a közgyűlés, viszont nem részletezi azt, illetve nem tér ki arra, hogy mi történik akkor, az elnök akadályoztatása megszűnik. Így előfordulhat az az eset, hogy egyszerre lesz egy elnök, illetve egy ügyvezető elnöke ugyanazon lakás szövetkezetnek. A módosító javaslatom ezt a problémát próbálja feloldani, illetve előírja, hogy meg kell határozni a megválasztott ügyvezető elnök, vagy igazgató, tehát ügyvezető igazgató képviseleti időtartamát és feltételeit. Sajnos ezt a bizottság nem támogatta, de reméljük, hogy szavazáson át fog menni. Következő ajánlási pont, a 3-as ajánlási pont, ami dr. Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam módosító javaslata, ő sajnos külföldi tartózkodása miatt nem tud itt lenni, úgyhogy az én szerepköröm az ő módosító javaslatainak is interpellálása, ami egy kicsit néha nehézségekbe ütközhet. Az interpretációja. Ez pedig azt mondja ki, hogy igen, hogy mielőtt valaki perhez folyamodna, ugye a jelenlegi törvény szabályozás szerint a felügyelő bizottsághoz kell először fordulnia. Ezt ugye a javaslat 8. paragrafusának 4. pontja tartalmazza. Egy kötelező 15 napon belül kell oda fordulnia a felügyelő bizottságnak, mert a felügyelő bizottságnak 15 napon belül kell valamiféle ajánlást tennie, mielőtt, tehát az elnökség felé, mielőtt perre megy a dolog. Viszont a módosító javaslat rendelkezik arról, hogy belevegyük az alapszabályba, hogy mi lesz akkor. Tehát egy kötelező érvényű, úgymond büntetést szeretne Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam belevenni, hogy ha valaki nem fordul a felügyelő bizottsági taghoz, hanem úgy megy rögtön perre, akkor bizony ennek költségeit már ő viselje a perhez fordulás időtartamának kezdetekor. Az 5-ös ajánlási pont az egy nagyon fontos, bár kétségkívül lehet, hogy el lehet fölötte futni, bár szerintem egy nagyon fontos módosító javaslat lenne. Ez például a garázs problémát, amit már talán említettem az általános vitában, oldaná meg. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan, nem a lakáshoz, vagy nem a lakásszövetkezet tulajdonában álló, de nem a lakáshoz tartozó ingatlanok, például irodák, műhelyek, vagy raktárak, vagy éppen ilyen garázsok, vagy garázsak, amelyek bizony szavazati joggal juházzák fel a tulajdonost, és néha, pontosabban Kertvárosban és Uránvárosban, Pécset, ez nagyon sokszor előfordult, ezek a tulajdonosok szembe helyezkednek a lakás tulajdonosokkal, és ők megjelennek az adott közgyűléseken, és szavazati jogukkal élve befolyásolják az egész lakótömb vagy lakás szövetkezet életét. A módosító javaslatom, az 5-ös módosító javaslatom ezt próbálta megoldani, ezt a problémát. 6-os módosító javaslat, ez pedig
nagyon érdekes módosító javaslata Gaudi Nagy Tamás képviselőtársának, amiről már ő is beszélt az általános vitában. Ez arról szól, mint már bizonyára többen is vitatkoztak erről, a kamerákról szól, a kamerák felhelyezhetőségéről. Jelenleg ugye azt írja elő a törvényjavaslat, hogy legalább 4/5-ös többségnek igenlő szavazata kell ahhoz, hogy felhelyezzék ezeket a kamerákat, melyek megfigyelik, biztonsági kamerákat, melyekkel meg tudják magukat óvni a lakás tulajdonosok. Ez tehát Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam ezt a 4/5-ös kis előírást venné ki a törvényjavaslatból, és egy egyszerű többségi igenlő szavazatot rendelne helyére. Ez a? Jó. Itt van, tessék, Katos. A 28-as vagy a 8-as módosító javaslat, szintén Gaudi Nagy Tamás módosító javaslata. Itt azt írna elő, hogy ezek a kamerák, amikről előbb beszéltünk, vannak olyan kamerák, amik 48 óra múlva felülírják önmagukat, tehát készítenek felvételt, az 48 óra múlva felülírásra kerül. Itt egy új, a javaslat 12. szakaszában, paragrafusában, bocsánat, egy új 11-es pontot iktatna be, mégpedig a kettes bekezdésben, és tovább az 5-ös, 7-es bekezdésekben, valamint a 10-es bekezdés 2-es és 4-es mondataiban írt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a kamerarendszer rögzített felvételeket 48 óra elteltével felülírásra, vagy egyéb módon megsemmisíti. Jelenleg ugye 15 napon belül kéne, tehát úgy szól a törvény javaslatot, 15 napig meg kell őket őrizni, viszont valóban léteznek olyan kamerarendszerek, meg 48 óra múlva felülírják ezeket a felvételeket. A törvénymódosítás ezt a kis ellentmondásos helyzetet próbálja feloldani. A 10-es ajánlási pont, ez már az én törvényjavaslatom, pedig abból az helyzetből született, szintén egy pécsi példa, itt a Kertvárosi Lakás Szövetkezetre gondoljuk, ahol már több ezer tagja van egy lakás szövetkezetnek, és bizony nem mindig sikerül határozatképes közgyűlést összehívni, lévén azért több ezer tagja van. Igen, nyomok egy következőt, akkor köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. 2 perccel megadom a szót Vágó Gábor LMP-s képviselő úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, jó magam is a 6-os ponthoz, valamint a 29-es ponthoz szeretnék hozzászólni. Először is a 29-es pontban Schiffer András frakcióvezető úrral azt a javaslatot nyújtottuk be, hogy amikor itt van egy tulajdonos társ, akinek közös költség hátraléka van, és ez legalább 3 hónapnak megfelelő, akkor a tulajdonostárs hátralék kapcsán, amikor összegyűlik a közgyűlés, egy határozatot hoz itt a tulajdonostársal szemben, akkor legalább legyen egy felhívás. Hogyha a hátraléknek legalább a felét a felhívás készhezvételétől számít, hogy 8 napon belül megfizeti, akkor látszik az, hogy itt van egy előrelépés, és akkor ne kerüljön a kilakoltatásra sor, hanem itt valóban itt azt látjuk, ez a közlegerők tragédiájának tipikus esete, amikor valaki szánszándékból vagy szociális és egyéb anyagi problémák folytán nem tudja kifizetni ezt a közös költséget, és ezért az egész közösségnek a kárára van. Ezt a helyzetet kezelni kell. Viszont, hogyha van olyan ember, aki talán feledékenységből, talán anyagi problémák miatt nem tudta ezt megtenni, de amikor rájön, hogy ég a ház, akkor elkezdi oltani, és valóban sikerül legalább félig eloltani, akkor adjunk neki még egy esélyt, és ne kerüljön egyből kilakoltatásra. Viszont itt van egy jobbikos módosító javaslat, itt a 6-os pontban, amikor is, hát arról van szó, hogyha el akarjuk kerülni azt, hogy itt a Big Brother, a nagy testvér, minden megfigyel országa legyünk, és mindenhova be lehessen szerelni a kamerákat, akkor igenis, hogy kell egy olyan minősített többség a lakás társulásoknál. Ugye azt tudja mondani, akár egy kisebbsége is a lakástulajdonosoknak, mondjuk 1/3, hogy nem, mi nem szeretnénk egy ilyen megfigyelő rendszert. Hogyha van több mint 20%, aki nem szeretne megfigyelő rendszert, és a személy jogaira hivatkozva, akkor ez legyen ilyen lehetőség, hogy akkor meg tudja vétózni ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Németh Zsolt, jobbikos képviselő. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök úr. Azért fontos hangsúlyozni Vágó Gábor képviselőtársamra reagálva,
itt az indoklás is tartalmazza, mármint a módosítavaslat indoklása, és itt nem arról van szó, hogy a kamerarendszer azokat figyelné meg, hogy melyik lakástulajdonoshoz, melyik lakóhoz kiérkezik, hanem ezek mindössze azokra a helyekre koncentrálódnának, tehát azokon a helyeken helyezkednének el, például itt mondok itt egy például közvetlenül az ajtó felett, ahol közvetlenül beléphetünk az adott lakásba, illetve megfigyelheti a kamera, hogy innen egy esetleges betörő hová távozik. Gondolok itt, hogy lefelé például a tárolókhoz, vagy épp fölfelé a lakásba, ott pedig már ugye a rendőrség ott tudja azonosítani, hogy melyik lakásban történt körülbelül mikor egy bűncselekmény. Ott látszik, hogy ki az a nem odavaló lakó, aki bejön az ajtón éppenséggel. Tehát fontos kihangsúlyoznunk, hogy ez a lakókat, vagy épp az ott élőke személyi szféráját ez nem érintheti, mert mindössze az elejére gondolt a módosító javaslat kihelyezni ilyen kamerarendszert. Ez a kis kitétel után visszatérnék viszont a tízes, tehát a már félbeszakadt tízes ajánlási pontra. A tízes ajánlási pont pedig itt a Kertvárosi Lakásszövetkezet kicsit furcsa működéséből kiindult módosító javaslat. Itt például a küldött gyűlések, illetve a közgyűlések összehívásának egyszerűsítését és idejének, tehát tájékoztatás idejének kibővítését szerettem volna elérni, illetve nagyon fontos kihangsúlyozni egy utolsó mondatot, amit beleraknék. Az igazgatóság az összehívás elmulasztása esetén az összehívásra jogosultaknak biztosítani köteles az összehívás infrastruktúrális feltételeit, mert sokszor előfordul az, hogy összehívják egy XY helyre a közgyűlést vagy a küldőgyűlést, de az infrastruktúrát nem biztosítják hozzá. Vagy például nálunk Pécsett nagyon sokszor előfordul, hogy össze kell hívni a küldőgyűlést, ki kell hozzá több százezer forintért esetleg bérelni a sportcsarnokot, mert olyan sokan vannak, mint mondottam, több ezer fő, de nem határozatképes a küldőgyűlés. Ez is roppant nagy összegeket viszel egy lakásfenntartónak a kasszájából, és hagyd mondjak megint csak egy pécsi példát. Az általános vitán múlt héten említettem egy pécsi lift kikapcsolásnak a példát. Sajnos megint ismétlődik a helyzet, ugyanis múlt héten, tehát amikor körülbelül elmondtunk az általános vitában másnap, pedig egy hasonló eset, egy újabb 10 emeletesben kapcsolják ki a liftet, mert a lakásfenntartó elvonta pénzt az adott lakástól, nem, és a lakás azért nem tudta befizetni a lift karbantartására szükséges összegeket, és bizony úgy néz ki a helyzet, hogy ki kell kapcsolni a liftet az ott lakók nem túlságosan nagy örömére. Hát itt is csak ilyen lakásfenntartói anomáliákra próbáltam felhívni a figyelmet. A 13-as ajánlási pontban pedig a kilépést próbálnám egyszerűsíteni. Itt ugye kihúznám azt a 180 napos határidőt, amit jelenleg a törvényjavaslat mond, tehát hogy valaki ki szeretne lépni az adott lakásszövetkezetből, akkor előtte 180 nappal kéne jeleznie a közgyűlésnek, illetve én azt mondanám, hogy nem a közgyűlésnek kéne jelezni a kiválási szándékát, hanem magának az igazgatóságnak kéne ezt jelezni, ezt szeretné elérni ez a módosító javaslat, illetve a 15-ös ajánlási pont is, módosító javaslat is a kilépést segítené elé, tehát a kettő az nagyjából össze is függ. 16-os ajánlási pontom is ugyancsak a kilépést segítené elé, mégpedig nagyon fontos, hogy ne a lakásszövetkezet közgyűlése döntsön a kilépésről. Megint csak ezt a pécsi példát tudom mondani, bocsássanak meg, a több ezer fős kertvárosi lakásfenntartó szövetkezetből is ki szeretnének lépni tagok, nekem is vannak ismerőseim, de egyszerűen az egy határozatképes közgyűlés kell, és mint mondottam, több ezer fővel nem lehet határozatképes közgyűlés tartani. Jelenleg ugye 3000 tagja van ennek a lakásszövetkezetnek, tehát egy határozatképes, tehát körülbelül 3000 tagja, határozatképes közgyűléshez több mint 1500 lakástulajdonosnak kéne összejönnie, és egy beegyező szavazatával legalizálni ezt a kilépési folyamatot. Ez életképtelen, ez nem működik sajnos, ezért nem is tudnak kiválni ezekből a lakásszövetkezetekből. A 17-es módosító javaslat is egy hasonló a kilépés segítő módosító javaslat lenne. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Két perces jelentkezők a képernyőn. Elsőként megadom a szót Vágó Gábor képviselő úrnak, LMP. Köszönöm szépen. Tovább folytatnám a vitát Németh Zsolt képviselőtársammal a kamerarendszer ügyében. Most elolvastam pontosan a módosító javaslatukat, és habár
Az indoklásban csupán itt a bejárati kamerákról van szó, de magában a módosító javaslatban nincsen erről szó. Itt arról egy olyan lehetőséget akar most a Jobbik kitárni, hogy a lakásszervezet tagjainak 50% plusz egy szavazattal bárhova, bármilyen kamerarendszert föl lehessen építeni, amely, hát itt visszatérünk az alap problémához, hogy akkor a biztonság vagy a szabadság kérdése fontosabb-e. És szerintem ez egy olyan kérdéskör, amit mindenhol helyben kell eldönteni, de mindenhol úgy kell helyben eldönteni, hogy ott legalább a konszenzushoz közel álló többség adja mögé ezt a választ. Tehát, hogyha a lakásszövetkezetek a biztonság vagy a szabadság között akarnak választani, most lesarkítva tényleg a végletekig a kérdést, akkor azt konszenzussal tegyék meg. És ne lehessen azt megtenni, hogy itt a lakásszövetkezet egyik fele, az bekameráztatja a másik felét a lakásszövetkezetnek. És ezért úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó rész volt itt a törvényjavaslatban, hogy egy 4/5-ös szabályhoz kötötte. És még csak apró adalék, hogy nem gondolnám azt, hogy minden egyes lakásszövetkezet legalább 3000 fő taggal üzemelne. Valóban vannak anomáliák, amik a nagy lakásszövetkezeteknél kiütköznek, de szerencsére vagy sajnos nem ez az általános helyzet. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. 2 percre Pál Tibor, MSZP-s képviselő úrat illeti a szó. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, én a 25-ös módosító javaslatról szeretnék szólni azért, mert tudom, hogy ez a vita másik szakaszában van, de valójában ahhoz a vitához kapcsolódik. Pál képviselő úr, a 25-ös. Igen. Ahhoz a vitához kapcsolódik, amit itt az előbb hallottunk, és az a furcsa helyzet van, hogy épp a Gaudi Nagy Tamás által benyújtott módosító javaslat hoz kapcsolódik az enyém is, hiszen én magam is azt mondtam a módosító javaslatba, hogy ahhoz, hogy valaki a közös tulajdonban álló területeket bekamerázza, ahhoz nem feltétlen kell, hogy a közgyűlés 4/5-e legyen, hanem elég csak az 50% plusz egy fő. Azért tartom ezt fontosnak, és a módosító javaslatunkban az van benne, hogy csak a közös területeket lehet bekamerázni. Egyébként a törvény is erről szól, tehát ez teljesen világos és egyértelmű. De ajánlom Vágó képviselőnek, hogy a 25-ös módosító javaslatot nézze meg. Az úgy kezdődik, hogy a közös tulajdonban álló épületrészek, és így tovább, tehát a magánterületről, vagy éppen az ajtóról szó sincs, és ez teljesen érthető. Viszont miért tartom fontosnak, hogy legyen ilyen kamerarendszer egy-egy épületben? Az elmúlt évek bebizonyították, hogy ahol már társasházak döntöttek arról, hogy a bejárat elé vagy a bejárat fölé kihelyeznek ilyen kamerarendszert, ott a házban való betörések száma az csökkent. Azért csökkent, mert egyszerűen a kamerarendszer távol tartja azokat, akik valamilyen rossz szándékkal közelítenek a házhoz, vagy a lépcsőházba szeretnének bejutni. Elég volt egyébként sok helyen csak egy mozgásérzékelő reflektort kihelyezni a bejárati ajtó fölé. Már egyből lehetett látni, hogy távol tartja azokat, akik rossz szándékkal közelítettek a házhoz. Ha kiírják, hogy kamerarendszer van, sőt, az a felvétel hosszú ideig megmarad, akkor egészen biztos, hogy azok, akik betörési szándékkal közelítenek, azok ezt alaposan meg fogják gondolni. Az eddigi adatok a városban, itt Budapesten, egy-egy lakótelepen, egy-egy háztömbben azt mutatják, hogy ez nagyon jó visszatartó erő. Úgyhogy én azt kérem képviselőtársaimtól, hogy ha nem tudják a másik módosító javaslatot támogatni, akkor a 25-ös módosító javaslatunkat támogassák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 percre megadom a szót Németh Zsolt, Jobbikos képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Kivételesen egyetértek az MSZP frakciából jövő gondolatokkal. Valóban itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy itt a közös tulajdoni területekről van szó, és valóban Vágó Gábor képviselőtársának mondom, itt nem a lakástulajdonosok megfigyelése folyik. Gauri Nagy Tamás képviselőtársa nagyon sok évig közös képviselő volt. Ő is elmondta, hogy tehát ő is elmondta, hogy nagyon pozitívan értékelik a lakók ezeket a kamerarendszereket, sőt, ők maguk szeretetik föl, és én is valóban nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a 4/5-ös kis jelzőt húzzuk már ki ebből a törvényjavaslatból, már csak abból is kiindul, hogy általában nem mindig vannak jelen olyan nagy számban a lakástulajdonosok, hogy mondjuk érvényt tudjanak szerezni ennek a kitételnek. Tehát én itt fönntartanám a véleményünket, féleményemet, Gaudi Nagy Tamás véleményét is, Jobbik véleményét is, hogy valóban ennek el kéne tűnni a törvényjavaslatból. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita szakaszát lezárom.
Megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás 19-től a 33-ig terjedő pontjaival. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. Igen, megadom a szót Németh Zsolt jobbikos képviselőnek. Köszönöm, ígérem, rövid leszek. Én a 20-as, 21-es, 22-es, 23-as, 27-es ajánlási pontokhoz szeretnék hozzászólni. Az első 20-as ajánlási pont egy kivételesen elfogadott ellenzéki javaslat volt a bizottsági ülésen, bár azt is hozzá kell tenni, hogy nem tartalmi módosítást javasol a törvényjavaslatban, illetve egy szövegezési pontatlanságot javít, tartalmazó és zavaró szavakat cserélné meg. Gaudi Nagy Tamás képviselő társam, ugye ezt támogatta a bizottság is, és reméljük majd szabadáskor is ez megnyeri a támogatásukat. A 21-es ajánlási pont egy nagyon érdekes törvény módosítási pontja a Gaudi Nagy Tamás képviselő társamnak. Ugye a törvény legutóbb 5 hónappal ezelőtt módosította a tisztelt ház, és akkor úgymond a kocsmalobbi teret nyert a törvényjavaslatnál, mert most már fellazította a közgyűlés azon határozatait, hogy esetleges kocsma is működhessen egyes lakások alján, illetve szövegezési pontatlanságot is tartalmaz a törvényjavaslat. Azt írja, hogy el kell fogadni a közgyűlésnek a határozatot, és a határozat ugyanis csak akkor érvényes, ha részletesen tartalmazza a lakhatást, nyugalmát tartalmazó magatartásokat is. Ez valószínűleg valami szövegezésbeli pontatlanság, ezt is javítaná a módosító javaslat. A 22-es ajánlási pont, ez is egy érdekes hibát próbál javítani, ugyanis fönnáll, és ez a törvénymódosítás sem javítja ezt a hibát, hogy a közös tulajdonban eső, vagy megosztott tulajdonban eső területek közös költségét kinek kell állnia, ugyanis esetleg egy egyenegyedes tulajdonban álló közös tulajdonnál is előfordulhat az, hogy csak egy valaki fedezi ezeknek a közös tehát rezsiköltségeit, vagy közös költségeit. A Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam által benyújtott módosító javaslat erre is megoldási javaslatot kínál. Ezt is reméljük, hogy majd elfogadásra nyerettetik itt a tisztelt házban. Van egy 23-as módosító, vagy ajánlási pont, egy olyan érdekes módosító javaslatot tár elénk,